És akkor a mostani videóban be fogom nektek mutatni, hogy a frameless gyűrűre, vagy egy klasszikus csúszli ágasra, legyen az OTT vagy TTF, hogyan tudjuk felfogatni a lapos gumiszettünket. Ehhez szükségünk lesz a gumiszetre, egy vékony gumicsíkra, adott esetben én egy kötöző gumit fogok használni, átbújtatni a gumicsíkot a hurkon, de ti használhatok nyugodtan akár parakornak a belsejéből egy darabot, akár vastagabb horgászdamilt, vagy akár milyen más zsinort, esetleg vékony acéldrótból egy kis hurkot formálva segíthetek rajta. Az ihereztő is megfelel tökéletesen a célnak. Még szükségünk lesz egy adott esetben stampedli vízre. Nem fogom nyálazni a gumit, illetve a gyűrűt, mert ez eladásra készül. Úgyhogy most lássunk hozzá, nézzük, hogy hogyan is kell felerősíteni a gumit. Mindkét oldalon a gumi meg van jelölve, ugye? 2 cm ráhagyás van rajta, a gumin található számok 13x13, az azt jelenti, hogy a gumi egyik, illetve a másik végén is 13 mm szélességű a gumi. Az egyik oldalon található a vastagsága, adott esetben ez 0,7 mm, a másik oldalon pedig az aktív hosszúsága a guminak, ez 190 mm most. A kettő gumicsíkot ugye egymásra illesztem, a gumin található csíkokat. Ebben az esetben nekem ez az oldal jobban tetszik, úgyhogy ezt szeretném, hogyha látszódna, nem takarná el a gumi. Ráillesztem a csíkot, ugye a mélyedésnek a felső sarkához igazítva, majd fogom a vékony gumicsíkomat, adott esetben most 100%-ra kinyújtom ezt a vékony gumit, tekerek rajta egyet, tekerek rajta kettőt, a harmadik után most fixálom, mindkettő gumi maradékát fölhajtom, tekerek rajta egyet, kettőt, a madzagból, drótból, akármiből formált kis hurkot ide helyezem, rátekerek, majd kevésbé megfeszítve, nem 100%-ra húzom, egyszer, kettőször, háromszor, most jön a víz, nem pálinka. Otthon, természetben, bárhol ezt csinálhatjátok a nyálatokkal, az mindig kéznél van. A gumi maradékát átbújtatom a hurkon, lefixálom, és így, ahogy fogom a kis hurkot, határozott erővel, nem szaggatva, nem rángatva, mert sérülhet a vékony kötözőgumink. Átbújtatom egy picit. Ez így tökéletesen megfelel. Én ezt a kis hurkot itt szoktam hagyni, hogy lássam, hogyha esetleg csúszik kifelé a kötözőgumink, megelőzve azt, hogy a gumi arcon vágjon minket, vagy bárkit, akinek kölcsön adjuk a csúszlinkat lövés során. És nincs más hátra, ezt a kis darabot itt levágjuk, és jöhet a próba.